Szaporodnak az útszéli fenyvesek, egyre többen szabadulnak meg az ünnepi örökzöldjüktől. Ezért a Városgondnokság munkatársai rendszeresen járják az utcákat, hogy begyűjtsék a fákat. Az intézmény dolgozói minden évben összeszedik a városban a kukák mellé kihelyezett tűlevelűeket, évente 10-12 teherautónyi fenyőt, mintegy 30 köbméternyi mennyiséget. Balatonfűszön a Városgondnokság végzi a karácsonyfák begyűjtését. A mennyiségre évről évre kevesebb, köszönhetően ez a műfenyők terjedésének, illetőleg a kihelyezett karácsonyfák hamarabb eltűnnek, mint mi még összeszednénk őket, valószínűleg a lakosság is gyűjt és elfűtik őket. Felkérnünk a tisztelt lakosságot arra, hogy a karácsonyfákat egy helyre tegyék, lehetőleg úgy, hogy se a gyalogos közlekedés, se a gépjárműves közlekedés ne akadályozzák. A járatunk az gyakorlatilag naponta megy, és leginkább a fűszfügy átelepi területen szedjük össze, hiszen a két kertvárosi jellegű település részen nem igazán jellemző a karácsonyfa kihelyezés. Ott is előfordul egy-egy darab, de ott hamarabb eltűnik. Dolgozik az aprítógép a Városgondnokság telephelyén. Az összegyűjtött fenyőket készítik elő az újrahasznosításra. Ilyenkor is segítséget nyújtanak a Városgondnokságnak a közfoglalkoztatottak. A fenyőtörmeléket pedig újrahasznosítják. A telephelyek fűtésének egy részét oldják meg a hulladékfából. Az aprítékos tüzelési rendszerrel sokat tudnak spórolni. Az intézmény munkatársai egész januárban folyamatosan figyelik, hogy kerül-e még az utcára fenyőfa.